A koronavírus járványhelyzet után, illetve a művelődési központ felújítási munkái utáni első programként nyitotta meg kapuit a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 58. nyári időszaka Varga József grafikus művész kiállításával szombaton. A 2019-es Káplárdíjas alkotó tárlatán Magyar Gabriella Ágota, a Bartók Béla Zeneiskola tanárának gitárjátékát hallhattuk. Kupás Csilla kuratóriumi titkár köszöntőjében elmondta, az idei művésztelepen összesen 15 magyar művészt lát vendégül a város, és kínál számukra tartalmas, alkotásra ösztönző két hetet. Kis Attila polgármester beszédében hangsúlyozta, az idei művésztelep már bizakodással szerveződött, de a tavalyi esztendő számos nehézséget tartogatott. A koronavírus járvány miatt a telep megtartása sokáig bizonytalan volt, és Nyakas Miklós kuratóriumi elnök szeptember 13-ai halála is fájdalommal töltötte el a művésztelep, illetve a böszörményi kulturális, tudományos élet ismerőit. Az egykori múzeumigazgató, történész, kuratóriumi elnök és díszpolgár munkássága emléke előtt egy perces néma felállással tisztelgett a kiállításon megjelent közönség. A kiállítás megnyitóján ezt követően mutatkozott be Gyulai Edit, kuratóriumi elnök. Magyar történelem szakos tanár vagyok a helyi Bocska István gimnáziumban, és egy anekdótával szeretnék kezdeni. Én a pályámat, a tanulóiskolámat olvasótáborban kezdtem, amelyet a helyi városi könyvtár szervezett. És az olvasótábor még valamikor a 70-es évek végén, a 80-as évek elején olvasó és képzőművészeti tábor volt. És akkor itt velem szemben áll Fekete Jancsi, aki Molnár Gabival együtt tevékeny résztvevője volt ennek a olvasó és képzőművészeti tábornak, és igazából szállóigévé vált az ő mondása. Azt mondta mindig Marikának, Marika néninek, hogy hát olvasni mindenki tud, de látni, megtanulni az igazi művészet. Hát én, mint magyar történelem szakos tanár, azt gondolom, hogy írni, olvasni tudok, és látni pedig most fogok majd megtanulni veletek és általatok, és remélem, hogy hasznára lesztek ennek a közösségnek. A tárlatot Tamus István grafikus művész, tanár ajánlotta a nagy közönség figyelmébe. Elmondta, a számos szakmai díjat is magáénak tudó Varga József több évtizede van jelen a képzőművészeti életben, és állandó résztvevője hazai és nemzetközi kiállításoknak és művésztelepeknek. Mindemellett pedig pedagógiai munkássága is jelentős. Amire érdemes fölhívni a figyelmet, hogy Varga József valóban, ahogy rátekint a lapra, vagy a kezébe veszi a lemezt, én ezt figyeltem sokszor meg, hogy olyan szeretettel simogatja, ápolgatja, és úgy, minthogyha már a szemeiben előre kirajzolódna, hogy mit szeretne csinálni. Vannak ezek a nyomatok itt elől, a karantén három lap, amely izédi ezt a kusza világot, meg a szövevényes, ugyanakkor nézetrácsos textilanyagokat. Mindig az volt a különös, hogy úgy, és egy kicsit tőle is tanultam, gyűjtögettem én magam is, meg ő, elsősorban ő, ezeket az eltűnt dolgokat, amelyeket már ledobtak, félretettek, ezt ő nagyon szépen felhasználja a művészetében. Az innovatív szót nagyon nem igazán izgalmas a művészetben alkalmazni, mégis azt kell mondani, hogy az ő eldobott, a mások által eldobott, értéktelennek tűnő dolgokat ő újra értelmezi. És ebben igazán ő kiváló, és akármelyik, gondolom, hogy az ablakban, vagy az ablakon kívül, és a hátralévő a vincigány, és megfigyeltem, hogy igazából meglévő lapokat, felfestékezett lapokat kezd el újra kibontani a linómetszés során,
ahogy itt jöttünk be, a kollégák is mondták, hogy bámulatosan szépek ezek a linómetszetek, és ebben rengeteg ilyen rafináltság is van. Ötletesség, bátorság, az újra lemez csiszolását is tőle figyeltem meg, hiszen nekem az arszpolitikában az, az egyik momentum, hogy mi a kortársainktól nagyon sokat tanulunk, és gondoljuk, hogy ők is másoktól.